Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megköszönöm Eszter tűzbeszédét. Akár tudja, akár nem, nagyon nagy elődökre tekint vissza. Bodhidharmának is van egy tűzbeszéde, és Buddha is nagyon sokat beszél a tűzről. Miért? Mert a lélek az egy tűzben égő entitás. És ha fölteszed a kérdést, hogy miért ennyire rövid az életünk ezen a bolygón, akkor az egyik lehetséges válasz az, hogy van egy 70%-ban víz testünk, és van egy nagyrészt égő, oxidáló lelkünk. Minden, ami érzékelés, az egy tűzszerű, oxidáló folyamat, és előbb-utóbb ez a vizes test ezt nem bírja. Hát amíg ég a lélek tüze, kigyullad-e a tudat fénye, letisztul-e? Ez a kérdés. Ha nem, akkor csak tovább viszed a tüzet a következő életedbe, megint kapsz egy mulékony, kétharmadrészt víztestet, és amíg a test bírja, addig oxidálsz, égetsz. A Buddha azt mondta, szerzetesek, lángban áll a világ. Mi gyújtott a lángra? A kapzsiság tüze, a harag tüze. És így szépen megy tovább a felsorolás. Minden nap háromszor elénekeljük a szívszútrát, és benne van az a mondat, hogy az ellobbanás elérése. Tehát engem, mint tripla tűzi együtt, elég érdekelt, hogy ez az ellobbanás micsoda, mert nagyon nem találtam. Tehát ahogy zen gyakoroltam többet és többet, egyre több tűz és tűz lett. Na akkor mi ez az ellobbanás? Ha van éned, minden tűz a pokol tüze. Ha nincs éned, minden tűz a tudat fénye. Te döntesz. Önmagában az a világ nem jó és nem rossz. Ismert föl, hogy a tűz és a fény ugyanaz a fotonnyaláb, csak az egyik sűrűbb, a másik ritkább. Az érzékszervi függés tüze, hogyha ellobban, akkor átadhatja a helyét annak a fénynek, az eredeti fénynek, amely mind érzékszerven fölül, mind érzékszervi síkon ugyanúgy működik. A tükör ugyanolyan, ha tükröz tárgyat, vagy pedig semmi sincs előtte. És az érdekes az, hogy ha te ezt a fényt akarod tapasztalni, akkor a tűznek az ellobbanását meg kell élned. Ezután már másképp fogod újra gyújtani a látást, hallást, szaglást, tapintást, ízlelés, gondolkodás, érzés, beszéd és cselekedet tüzét. Na, amíg ez a fény, ez a látás nincs meg, addig csak a karmádat égeted. Életről életre, testről testre. És nem csak a tiédet, másokét is. Nagyon őszinte és világos a kérdés. Milyen tűz ég benned? Mi az, ami táplálja? Ki az, aki táplálja? Mitől lohad le? Mi az, ami elfojtja? Ki az, aki elfojtja? Ha közel mész egy másik emberhez, megégeted? Megmelengeted? Hamuvá lobbantod? Vagy csak örömet okozol neki? Hogy használod a tüzedet? Ha nincs benned fény, akkor a tüzedet csak önmagáért, csak azért az énségért használod, amely a lángok közt az illúzió. Ha ez az illúzió ellobbant, akkor helyesen lehet ezt a tüzet használni. Kinek van kérdése? Hogyan tudok megtartani egy nem gondolkodó állapotot? Hogyan szerezted meg? Nem gondolkodtam. Így kell megtartani. De mindig elmúlik. Keletkezett? Igen. Akkor el is múlik. Akkor nem a nem gondolkodóról beszélünk, hanem egy képzetről, amit a zen gondolkodás legyárt. Nagyon sokan, főleg férfiak vannak ebben a helyzetben, hogy a nem gondolkodást, mint egy kis kapszulát legyártják, maguk fölé emelik naponta háromszor, és belőle az intelligencia nektárját szeretnék csipegetni. A nem gondolkodó az nem szerezhető meg, és éppen ezért nem veszíthető el. Csak a felhők mennek az égen,
az ég nem megy sehova. Tehát, hogyha nem gondolkodó, az nem csak egy ilyen hirtelen fagyasztás, és a gondolatfolyamot egy pillanatra megállítottad, akkor teljesen másképp működsz. Egy pillanatnyi nem gondolkodás, ez ennyiből elérhető. A kérdés, hogy ezt hogy tartod meg? Bot nélkül. Hang nélkül. Ehhez kell nagyon sokat gyakorolni, hogy a tükör letisztuljon. És akkor van egy olyan érzésed, hogy nem jön és nem megy. És te ebből a pillanatból szemlélsz, cselekszel, szólalsz meg, folytatod az érzékszervi tevékenységeket, de van valami, ami mindig tiszta marad, ami mentes ettől az élettől és haláltól, keletkezéstől és megszűnéstől. Ez az, amit úgy mondanak a nagy pátriárkák, hogy ez már megvan benned, csak még nem tisztult le. Ma sokan olvastátok ezt a költeményt, hogy csak láss. És van benne egy sor, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Ez főleg az ilyen műveltségorientált embereket szokta nagyon motiválni. Rájönnek, hogy akármennyit olvasnak, abból nem fogják megtudni. Úgyhogy ez nem jön, és nem megy. Nem szerezheted meg, és nem is veszítheted el. De az akadályok, azok jönnek és mennek. Azok keletkeznek és megszűnnek. Azonosulásod mértékében gyártasz le akadályokat, leválasztódásod mértékében szabadítasz meg magadat és másokat egyaránt. Oké? Egyéb kérdés? Hogyha meditációban úgy érzem, hogy így túl sok a gondolatom, és hogy így a világ összes problémája egyszerre van a fejemben, akkor ezzel mit tudok így csinálni? Vagy így hogy tudok ebből az állapotból kijönni? Akkor gondolj rám. És tudd azt, hogy én holnap megint adok neked egy problémát, ami ma még biztos, hogy nem volt a fejedben. Ez egy újabb koan lesz. Azt még nem tudod. Tehát, ha úgy tűnik, hogy a világ összes problémája ott van a fejedben, akkor tudd azt, hogy az enyém az még hiányzik. Az majd később jön. Ezért jó, kicsikét szakszóval mondva, hogy a karma relativitását belátjuk, a tudattere a végtelenségig növelhető, de a belekerülő karma is. Úgyhogy óvatosan. Óvatosan a ragaszkodással. Az a jó, hogyha annyit veszel ki, amennyit meg is tudsz enni. Ezt naponta háromszor gyakoroljuk a formális étkezés nemes rituáléja alatt. Hát az elme nem termel többet, mint amit meg tud érteni. Az érzékszervi sík nem emel be többet, mint amit meg tudsz emészteni, fel tudsz dolgozni mentálisan. Ezt hívják középútnak. Úgyhogy ilyenkor gyere vissza a tantiembe, gyere vissza a lélegzethez, gyere vissza a testtartás tudatosításához, egy szóval a pillanathoz. Ez a pillanat, ez nem probléma vagy megoldás. És az elmetartalom elkezd szépen csökkenni, ahogy visszajössz a praxishoz, akár a kérdéshez, akár a mantrához. Ez eleinte úgy tűnik, hogy pont a fordítottja. Elkezdesz gyakorolni, és még több jön, még több jön, még több jön. Ez azért van, mert a mosatlan megszerette a lefolyót. Tehát ott van a kis konyhádban a mosogató, és egyszer csak kiderül, hogy egy hatalmas konyhamalac van alatta, és egyre nagyobb az átmérő. És egyre csak jön a mosatlan, mert ez is lemegy, az is lemegy, minden lemegy, mindent megeszik a konyhamalac. Egyre erősebb a vízsugár, és csak jön a mosatlan, és csak jön. Egy ideig ez így van. Hogy meddig az rajtad múlik, hogy mennyi karmát dob föl a tárháztudatod, és mennyire duális ennek a tapasztalata. Ahogy erősebb a centered, ahogy egyre jobban tartod a nem mozdulót, úgy csökkenni fog ez az egész. Aztán teljesen téres lesz, és már minden karma elfér benne. Honnan tudod? Egyre kevesebb a válsághelyzet. Problémák vannak, lesznek, de a válsághelyzet az, amikor ráfeszülsz a karmára, mint celofán a bontott csirkére,
mert a tudatod tere nem volt elég nagy ahhoz, hogy a karmát befogadja és lássa. Na, ekkor ráragad. Ekkor szoktunk ráfeszülni valakinek a szavaira, az érzelmeire, a jelenlétére, és csak duálisan tudjuk tudomásul venni, jóként vagy rosszként. De úgy, ahogy van, úgy nem. Más nézőpontot felvenni? Ugyan már, hát csak nekem van igazam. Tehát amikor ráfeszülsz a karmára, és a tudatban nincs elég tér, akkor az adott karma abszolútnak tűnik. A másik ember csak jónak, vagy csak rossznak tűnik. Ekkor kell egy kicsikét megállni, a teret még tágabbra venni, a tükröt még erősebbre, és tudd azt, hogy a nem mozduló, az mindig stabilabb lesz, mint az állandóan izgő mozgó. Jó? Ebben bízhatsz. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy ezért van, hogy gyakorlás közben időnként lélegzetvételenként kell megküzdeni a tantien fókuszért? Tehát a megtartásáért. Lélegzetvételenként fel kell adni a küzdelmet. Neked különösen. Itt. Úgy küzdesz agyban, hogy szinte izzadsz tőle. Tehát gondolattal akarod megoldani, egy rakás jó szándékú gondolattal, de ezek a gondolatok önmagukat nem fogják szabályozni. Csak egyre többen lesznek. Egyre bonyolultabb lesz a művelet, a jelenlét. Tehát gyere vissza a gondolkodás elé, és ne azt akard, hogy a gondolat majd megoldja. Nem, a gondolat általában megköti a csomót. Ez a gordiuszi jelenet Nagy Sándorral, hát hadvezér volt, ezt tudjuk, de szorult belé egy kis spontaneitás is. Egyébként azért is érdekes Alexandrosz, mert édesanyja azt tanította neki, hogy ő egy Isten közvetlen megtestesülése. Tehát teljes Isten tudattal bírt, és felvilágot meghódította, amikor viszont halandó testjét Indiában nyílt találat érte, akkor kiderült, hogy mégsem isteni. Nem halhatatlan. De addig azt hitték, hogy majdnem. Tehát akkor neki mindent lehetett, és a gordiuszi csomót egy mozdulattal elvágta. Na, ez egy zenmesteri mozdulat volt, az összes többért nem felelek, de ez csúcs. Tehát a gondolatot pont olyan, mint ez a kötélzet, amit így valaki nagyon intelligensen egy csomóvá összeeszkábált. Így szoktuk bekötni a saját nézeteinket. Elképesztő bonyolult csomókat szoktunk az igazságérzetünkből gyártani. Egyszer csak jön a realitás, hogy na, azt gondoltad, hogy oszd közbe, dehogy. És akkor fölébredünk. Úgyhogy erőfeszítés nélkül, pillanatról pillanatra gyere vissza a tantienbe. Ez a feladat. Következő ott mögötted. Tegnap óta egészen a ma délutáni meditációs gyakorlatig folyamatosan majdnem leesett a fejemmel, aludtam, és azért kezdem innen a történetet, mert szerintem másokat is érintett a szangából. Majd bejöttem a délutáni második 40 percre, és azt mondtam, na jó, van, most már elég. És akkor a nagy kérdés egy kicsit beütött, és ki kellett mennem, mert ugye elfogott a sírás, megláttam, tudom, mi a dolgom. A kérdésem az, hogy ez a sírás az azért volt, mert még azonosulok ezzel a karmával? Azért, mert még félig azonosulsz ezzel a karmával. Ha teljesen azonosulsz vele, nem következik be, ha egyáltalán nem, akkor sem, de félig igen. Tehát nagyon sok folyamaton végigmehetünk, a legintenzívebbek azok a születés folyamatai és a gyász folyamatai. Én mind a kettőn keresztül mentem az elmúlt évben. Tehát fiam született, és előtte 8 hónappal anyám meghalt. És mind a kettőt teljes átéléssel vittem végig, de mind a kettőnél az volt, hogyha az elme egy picit beleér, mint ahogy 300-al megy a vonat, és egy picit az ablakon, ha kitehetnéd a kezed, akkor leviszi így fél karodat. Egy picit duális elmével belemész, és zokogsz, vagy üvöltesz. Mikor mit? Tehát bármiféle duális reakció a félig azonosult karmára, az ez. És ez rendben van. Ez a tisztulás egyik folyamata. Tehát háromféle nedvvel lehet a karma gyökerét megöntözni. Vér, veríték, könnyek.
verítékkel a legjobb. Ez az igazi erőfeszítés. Könnyekkel akkor, hogyha olyan nehéz, olyan súlyos, hogy nem tudsz vele mit csinálni, gyász folyamatban például ez a teljesen természetes könnyezés, az azért kell, mert a lélek nem tudja ezt a fájdalmat elviselni, amikor eszenciális lélekkapcsolat távozik a testből, és ő hirtelen nincs. Erre nem lehet fölkészülni. Lehet látni, lehet kísérni, de magára a pillanatra nem tudsz fölkészülni, amikor megtudod, hogy anyád meghalt. És akkor teljesen világos, hogy sírsz. Különben nem bírná ki a lélek az elválást. Hogyha valaki ezt nem engedi meg magának, akkor erőszakos lesz, tör és zúd, akkor jön a vér. Ha pedig eleget dolgozott belül és kívül, tehát elég verejték ment bele, akkor kevesebb könny kell, és vér pedig egyáltalán nem. Úgyhogy ezek természetes folyamatok. Ugyanúgy lásd, mint minden mást, ugyanúgy ne ítélj magad, illetve a karmád fölött, mint eddig. Ugye milyen könnyű? Valami recept, hogy hány leborulás vagy? Mennyit szeretnél? Tehát a 100 és az 1000 között bármennyi jó. Okay. De ilyenkor a napi 3-400 az úgy egészséges. 180-ként. Okay. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mit tudok tenni azért, hogy így emberi játszmákba ne váljak áldozattá, elkövetővé vagy mártérrá? Ne játszd a játékot. Hogyan szálljak ki belőle, ha benne vagyok? Szüntesd meg a közös jelenlétet, vagy, ami nehezebb, de néha szükséges, a jelenlétben a karma kényszer mozgását. Van úgy, hogy a jelenlétre szükség van valami magasabb szempontból, de akivel vagy akikkel te a térben jelen vagy, azok játszanak, játszmáznak. És a játszmában úgy nem veszel részt, hogy te maradsz az igazságnál és a helyes működésnél. A játszma az az, hogy mindig az ego a saját maga felé fordítja a folyamatot, hogy neki és csak is neki előnye legyen belőle. És hogyha nem önös a folyamat, akkor mindenki tud az eredményből részesedni, akár előnyös, akár hátrányos. A játszma az, hogy tisztességesnek tűnik, de nem az. A játszma az, hogy a szavak mást mondanak, mint a lelkek. A játszma az, hogy a látszat és a valóság egyre inkább különbözik. És aki játsza ezt a játszmát, az pontosan tudja, mert ő teremti a távolságot a látszat és a valóság közt. Akik viszont benne vannak, azok még részben vagy egészben a játékos által keltett illúzió rabjai. Bűvész mutatvány. Tehát ha te maradsz ennél a tiszta pillanatnál, akkor a játszma nem fog rajtad. Élt Kínában nagyon sok hadvezér, és nagyon sok általában taoista gyakorló volt. A buddhisták ott kevesebben voltak. És amikor a két sereg összecsapott, akkor az egyik hadvezér megérezte, hogy egy hatalmas nagy illúzióként egy démon sereg közelít a másik sereg előtt hozzájuk. És azt mondta a saját katonáinak, hogy erre az állványra feltett üveggömbre nézzetek csak, akármi történik, ne mozduljon el a tekintetetek erre. És akik ezt megcsinálták, azok csak egy ilyen falevél forgatagot láttak, amit a szél fújt. Akik levették a szemüket a gömbről, azok elhitték a démon sereget, azok meghaltak. Úgyhogy ennyire erős tud lenni az illúzió, hogy elhiszed, és be is következik. A játszmák azok nem játékok. A játszmában senki nem nyer. Úgyhogy nézd meg, hogy jóhiszeműen játszotok-e, vagy pedig rosszhiszeműen játszmázik valaki. És tudsz úgy jelen lenni, hogy nem veszel részt benne, viszont ennek van egy szinte biztos folyamány, hogy a rendszer ki fog vetni. Tehát a játszmázók előbb-utóbb azt mondják,
akár tudják, akár érzik, hogy te nem veszel benne részt, hogy te fekete bárány vagy, te menjél innen, te rossz vagy, te nem vagy olyan, mint mi, te nem játszmázol úgy, mint mi. Erre fel kell készülni. Akkor viszont megoldottad a helyzetet, a szó inverz tekintetében, hiszen nem csináltál semmit. De a rendszer kivetett. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. A negyedik fogadalomról szeretnélek kérdezni, ami úgy szól, hogy tartózkodom a testi vágyból történő házasságtöréstől, hogy milyen más házasságtörés létezik még ezen kívül? Van. Például az érdekből elkövetett házasságtörés. És attól nem kell tartózkodni? Szeretnéd mi? Gyakorlatilag a fogadalom elmondja azt, hogy milyen okból szoktuk legtöbbször megtörni. Azt nem mondja, hogy a többi az legális. Sőt, a nyugati az a házasságot fordítja így, de egyébként az elkötelezett és kizárólagos kapcsolatról van szó. Tehát manapság nem divat a házasság. De az, hogy elkötelezzük magunkat legalább egy egyhetes vakáció erejéig, az mondjuk úgy szokott lenni. Magyarul a kölcsönösen és kizárólagosan elkötelezett kapcsolatok megtörésétől tartózkodunk, magyarul a másik háta mögött, hogy nem kezdünk el ott udvarolgatni, vagy udvaroltatni. Mert ez tisztességtelen. Tehát a másik azt hiszi, hogy csak te vagy, te pedig már B, C és D variánsokban gondolkodsz. A téraváda felfogás nagyon érdekes, mert ott csak a fizikai rész az, ami megszegít, tehát ott te gondolhatsz bármit. Mahajánában már energetikailag is, hogyha te megosztottad az érzelemtestedet szándékosan, csak azért, hogy egy kicsikét úgy nagy levegő és egy kis felüdülés, az már megtörte a kapcsolatot. Bizony. Úgyhogy tessék nagyon vigyázni, és az elkötelezettségeket azért honorálni, mert a kölcsönösségből és a kizárólagosságból nem valami rabtartás van, hanem egy rendkívül érdekes, tiszta valami, amit úgy hívnak, hogy hűség. És ebből a hűségből fantasztikus dolgok tudnak születni, de ezeket azért nem mondom, mert ilyen ígérgetésnek hatna. Másrészt pedig fedezze föl mindenki, hogy amikor tényleg lemond a poligámiáról, akkor végül is ez mivel jár. Annyit megsúgok, hogy rengeteg energiát takarítasz meg. Sokkal egyszerűbb az élet, érzelmileg is, gondolatilag is. Csak hogy ezzel az egyszerűséggel és tisztasággal te mit csinálj, azt senki nem mondhatja meg. Általában el szoktuk rontani. Tehát, hogyha már valami nagyon jó, hú, de nagyon, akkor csinálunk valami problémát, amiben bele lehet akaszkodni, lehet mutogatni, lehet hivatkozni a másikra, hogy ő miért rosszabb, mint én, és akkor ez az egész úgy, ahogy van, szétesik, elrohad, gajra megy, és akkor lehet küzdeni megint. Úgyhogy ezért van ez a fogadalom, hogy egyszerűen és tisztán tudjunk együtt élni. Oké. Egyéb kérdés? A mai búcsúztató szertartás alatt érdekes dolgokat éltem meg, és van jó néhány halottam, de úgy tudom, hogy csak 49 napig érvényes ez a szertartás. Azt honnan tudod? Kérdezem, ez csak 49 napig érvényes? Nem, ez aktív gyász folyamatra érvényes. Tehát volt úgy, hogy valakinek egy éves volt, és még mindig ott égett a lelkében, és megcsináltuk. De azt világossá tettem, hogy ilyenkor a lélek az már rég nincs föld közelben. Tehát az nagyon ritka, hogy ilyen skót kastély lakók így évekig, évtizedekig ott a holdfényben megpróbálnak kontúrt növeszteni maguk köré. Tehát ez nagyon ritka, mert a legtöbb lélek az egészséges annyira, hogy belássa, hogy meghaltam. Tehát ott a test, hú, én abban már nem tudok visszamenni. Bemegyek a kedvenc konyhámba, és így megpróbálom kis kanalakat megmozgatni, és nem megy. Megpróbálok beszélni itt a hozzátartozókhoz, de rájöttem, hogy nincs szám, és nem fog menni. Tehát ezek a különböző ilyen ráébredés rétegek,
amiket most hallottál, ezek az emberi elme által interpretált tapasztalások és nem valósak. Tehát ahhoz képest, amit ők átélnek, ez egy interpretált tanítás. Oké? És nagyon fontos, hogy azt a tanítást, amit most a szertartásban mindenki hallott, azt vigye el magával, hogy autonóm módon a lélek ezt elő tudja húzni, amikor a testet veti lefele. Nem biztos, hogy neked lesz szertartásod. Ki tudja, hol leszel. Ki tudja, hogy halsz meg. Úgyhogy útravalóként ezt tessék bekészíteni a lélekbe, és a katapult zsinór mellé közvetlenül betenni. Tehát mikor meghúzod a zsinort és innen ki, akkor az aktiválódjon. Ezért jó ez. Még egy kérdés akkor szabad, hogy akkor ez lehet, hogy én voltam, nem más entitást érzékeltem be, hanem ez én voltam, nekem kellene elengednem őket? A holnapi meditációdban ez is le fog tisztázódni. Tartsd meg a kérdést. Ezt kívülről senki nem fogja neked megmondani hitelt érdemlően. Úgyhogy 49 nap, 100 nap, ez a max. Utána már tényleg az aktív gyászfolyamat arról szól, aki itt belül nem tudta elengedni az emlékét az eltávozottnak. De az már rég nincs itt. Viszont az első 3 nap az elég durva, az alatt nagyon kevesen, csak a nagyon-nagyon képzettek mennek teljesen fel. Az átlag az, hogy olyan 49 nap és 100 nap között. Ez az átlag. De nincs kiírva senkire se, hogy már csak 22 napot leszel itt. Holnap már csak 21-et, nem? Ez a tudattalan tartalmakhoz való ragaszkodástól függ, és még egy csomó minden egyébtől. Sung San Suu Kyi egyszer megkérdezte egy nagyon hithű buddhista, akinek nagyon jó karmája volt, de egy valami nem stimmelt, nem mondom meg, hogy mi az, nem akarlak befolyásolni. És megmondta neki, hogy egy kanyart elvétett a bardóban. Semmi több. Tehát a lélek akkor is hoz döntéseket, csak másképp, mint amikor testben vagy. Ezért érdemes nagyon tisztán élni és meghalni. Úgyhogy egy kanyart elvétett, és az volt az a karma, ami végül befolyásolta az egész életét. Tessék ébernek lenni. Egyéb kérdés? Ha már itt az elengedésnél tartunk, Isten veled helyette úgy szoktál beszélni, hogy Isten hozzád. Erről mondasz pár szót, kérlek, hogy miért Isten hozzád? Fogalmam sincs. Akkor éppen lehetett volna más is, de ez lett. Ja, értem. Okay. Nem a veled vagy a hozzád a kérdés, tudod. A másik pedig, hogy a rist, amikor étkezünk, miért emelid így magasra, és a többieknek meg nem kell. A szertartáskor is, amikor a felajánlást kiviszem, illetve amikor kapok rist, mostanában nem, mert nem kérek, megemelem a fejem fölé, hogy a duális tudat, azaz homlokcsakra fölé tedd, és azt táplálja. Tehát a buddha tudat táplálása az e fölött van. És ezért emeled, pontosan úgy, ezt megtanítják koreai novícius iskolában, hogy a rist felajánló csésze pereme, és a te homlokod az nem lehet egy vonalban, hanem a peremnek följebb kell lennie. Lejjebb pedig tényleg nem lehet. Mit táplálsz, ugye? Ez volt a mai bevezetőnek az egyik kulcsmondata. Hát a duális tudat fölött itt táplálod, és azért van ott. Okay. Köszönöm, és egy kérdés még, amit már régóta meg akartam kérdezni. Honnan tudom, hogy érzelmet vagy vágyat elnyomok, vagy uralok, mert mostanában kapok olyan visszajelzést, hogy annyira elfojtod magad, Anita, és én nem így érzem. De valamiért lehet, ez... hogy aki ezt adta neked, ezt a visszajelzést, az nem kapta meg azt, amit szeretett volna. Oké. Okay. Köszönöm. Óriási a különbség, mert az uralt vágyak, azok nem jönnek vissza a térből esemény vagy személy formájában, az elfojtottak pedig kamatostól. Ha te azt akarod, hogy a karmád az úgy sokszorozódjon, és viszont lásd 10 000 formában, akkor légy szíves, folytsd el. Tedd le a tudatküszöb alá, és gyömöszöljed. Mint a régi tüzérek a folytást. Attól tudtak ellőni nagyon messzire a régi ágyukból, mert folytás volt még rajta. Volt a golób is, volt a lőpor, és folytást ott dürückölték szépen rá sokáig.
Hát akkora energia fejlődött ki, amikor a folytást így ledobta, akkor sokkal messzebbre ment, mint hogyha nem lett volna. Oké? Okay? Karmával ugyanez. Tehát nyugodtan címkézd meg, hogy rossz karma, általában az jobban kimegy, hogyha a rossz karmádat nyomod, vagy jó karma, és szépen a tudatküszöb alázzal a címkével nyomd le, és ne legyél hajlandó látni. Nehogy látni akard ezt a karmát, nehogy levedd a címkét róla. Mi történik? Események és személyek, véletlenek és egyéb történések formájában te azt úgy viszont látod, hogy jobban se kell. Van egy alaptörvény, hogy egy trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Tessék ezzel dolgozni, ugyanis ha igazán jót akarsz, akkor a mantrádat teszed be a tudatküszöbb alá, hogy az ott süssön, főzzön, takarítson. Így a jó kis gyakorlatunkat tesszük be a tudatküszöbb alá. Amikor itt a dharmateremben csináljuk, akkor ez itt van fönt, a térben, a tudatosban. Tegyed le a küszöbb alá, az nagyon fontos. És akkor az ott szépen teszi a dolgát. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ott. Az elfolytáshoz kapcsolódóan... Tudtam, a kis tüzes darva beszédbe vezető után az elfolytás. Na mondjad. Hogy meg a testi vágyból elkövetett házasságtöréshez kapcsolódóan... Most tényleg a pokok kemencéjében égünk, mert most már nagyon, nagyon komoly, mondjad. Hogy ha mondjuk van bennem egy ilyen vágy, akkor hogyha hűséges szeretnék maradni, és ez a célom, akkor én most úgy gondolom, hogy akkor elfolytom. Nem. Akkor... Megfelelő irányba is tudod terelni, és ez megint csak a Buddha, Dharma és Sangha hármassága az adott problémakörre lefordítva. Keresse egy olyan csoportot, ahol a hűtlenség a tárgy. Erre egy rakás ilyen terápia, pszichodráma, bármi, pontosan ezzel foglalkozik, ott van a terap, aki ebből fölkészült, ott van a tanítás, az okés okozat működése, és ott van a csoport, a tanítványok, akik vagy ezt megtették, és ebből szeretnének kijönni, vagy még nem. Úgyhogy az okés okozat működését te terítve láthatod ebben a csoportban, akik mondjuk a 12 lépéses terápiát csinálták, azok pontosan tudják, hogy ez mennyit ér. Rengeteget. Ez életmentő tud lenni. Anélkül, hogy ebben nekem egy aktívan részt kellett volna vennem, tanítóként sikerült meglátogatni BVI-t, azaz börtönt, és rehabot. És én nagyon kívánom, hogy a középiskolások többsége, vagy középiskolás korú polgártársaink többsége, az ilyen intézményekben menjen el, és csak tegyen egy fél délelőttnyi kört. Olyan oltás, olyan ellenanyag, hogy az valami hihetetlen. Tehát tapasztald meg csak elmondásból azt az elképesztő szenvedést, amit azok élnek át, akik mondjuk elkövetik. Mert egy ideig persze boldogság, meg izgi, meg titok, utána pedig nem állsz meg magad előtt, és nem mersz a tükörbe nézni. És akkor vannak a rosszabbnál rosszabb alternatívák, a továbbtitkolózás, a bevallás, veszteség, és a többi. Úgyhogy tényleg az a kérdés, hogy mit szeretnél? További dualitásokat teremteni, aprózódni, vagy pedig esetleg lemondás által megmaradni egy magasabb szintű tudatállapotban? Honnan tudod, hogy magasabb szintű? Mert kevesebb szenvedés jár vele. Még akkor is, hogyha esetleg unalmasnak tűnik egy ideig. Jó? Köszönöm. Szívesen. Hogyan tudom megkülönböztetni az elfolytást attól, hogy én nem adok több energiát egy karmának, vagy gondolatnak, vagy mintának? Nagyon jó. Az elfolytás visszafeszít, állandóan ellene kell dolgozni, mint az állat, amit ugye vadállat bezártad és dörömböl az olajton. Az energia kivétele pedig az, hogy nem adsz neki enni, és egyre gyengébb. Nem táplálod. Körbeveszed az ürességgel. Látod. És hogyha nem mozdul a tudat, akkor nem táplálod ezt a karmát. Ha mozog a tudat, akkor előbb-utóbb táplálni is fogja.
Ezért, hogyha valakitől azt hallom, hogy ő már 2 hete dolgozik a problémáján, vagy 2 hónapja, vagy 2 éve, akkor kötelességem felvilágosítani, hogy nem, pont a fordítottja történik, a probléma dolgozik rajtad. Te táplálod a karmádat, és az a karma zabál téged. Állandóan gondolkodsz róla, egyre kisebb az energiád, egyre jobban elköveted a hibát. Egyre jobban látod, és nem gondolkodsz róla, akkor a 2 szélsőségtől, az elfolytástól és a kiéléstől tartózkodsz. Ez egy nagyon keskeny út. De lehet rajta járni. Létezik. Ha elfolytod, az a baj, ha kiéled, az a baj. Ha nem látod, mert nem akarod, az a legrosszabb. Mert akkor bármelyik lehet, akármelyik pillanatban. De ha látod és folyamatosan látod, akkor előbb-utóbb csökken, mert nem teremted újra. Nem teszel bele energiát, nem eteted sem a pozitív gondolkodással, sem a negatívval. Tehát hallottad, amikor valaki azt mondja, ja, hát én ezt elengedem. Én ezt elengedem. Én mondtam, hogy elengedlek, ugye? Elengedem. Mondom, hogy most elengedem, és 15 év múlva ugyanez. Folyamatosan elenged. Na, az öncsalásnak sokféle változata van. De ezért a zen az egy felnőtt műfaj, úgyhogy ezt kivágjuk. Egyéb kérdés? Egy tanácsot szeretnék arra, hogy miután most többször jövök a templomba, és én nem itthon élek, hogy elég furcsa megjegyzések jönnek, hogyha én nem vagyok ott. És csak ott, egy tanács, hogy hova megyek. Otthon, de élsz. Igen. Értem. Hát ez hát, kellően paradox, hát mondja, de szeretem. Igen, de hát hogy hova megyek. Hogyha ezt mondom, hogy hova megyek, azt inkább már nem mondom. Nézzék meg a honlapot, ahol te otthon vagy, úgyhogy nem élsz itthon. Bízd már rájuk, hogy mit gondolnak. Okay. Nagyon fontos neked, hogy téged szeressenek az emberek, és ez nagyon szép és nagyon jó, de hogy legalább a pozitív vélemények szintjén békén hagyjanak, ez érthető. Viszont nem tudod velük megértetni, hogy mit csinálsz, ha csak ők ide nem jönnek, és nem fognak. Tehát el kell viselned, hogy részigazságot tudnak, azt is eltorzítottan veszik tudomásul, és teljesen tarthatatlan módon kommunikálják ezt feléd. Ennyi. Nem, és csak... hogyha ők tényleg látni akarják, hogy te itt mit csinálsz, akkor, uram, bocsánat, tanító videókon kívül tényleg nem vagyunk messze a főbb tömegközlekedési lehetőségektől. Út is vezet ide. Meg lehet nézni. Okay. Nem lehet ilyen beléptető rendszert látni sehol. Semmiet. Úgyhogy nyugodtan ismerjék meg, és viseld el, hogyha nem tudják. Jó? Oké, köszönöm. Szívesen. Én egy receptet szeretnék kérni, hogy érdemes mondjuk gyakorolni napközben, vagy... Ezt elmondták már neked. Hát ja, az igen, csak például így vacilálok, hogy a mantra, vagy a kérdés között inkább, hogy inkább mantrázok folyamatosan, vagy inkább kérdezzek folyamatosan. Én döntsem el. Hát... Miért? Nem tudom, van magadhoz való eszed. Hát jó, köszönöm szépen, csak ugye így a videó... így a videókban ugye hallottam, hogy más gyógyszerét nem vesszük be, és így gondoltam, csak a sajátodról hogy akkor kérek egy van receptet. Van 2 doboz, egyiket kinyitod, azt eszel belőle. Mi a kétség? Mi a vacilla? Semmi. Hát akkor mondd rá ezzel. Melyiket? Gáté, gáté, para, gáté, para, szám, gáté, bódiszvá. Oké? Okay? Oké. Okay. Na. Egyéb kérdés? Ugye a részigazság, mint szó felbukkant is, amikor a barátaimmal én is szoktam beszélgetni, akkor ugye mindig védik az igazukat. És akkor én úgy gondolom, hogy mondjuk vannak a történetek, az elefánt és a vakok, meg egyéb zen történetek, amik ezt elég szépen elmondják, hogy igazságok, részigazságok vannak, de hogy ez nem működik. Hiába mutatom meg nekik, engem ez így... Ezért nevősívós összejövés? Nem. De nem, kár. Nem, nem, hanem... Csak és, ilyen és, száraz, és, gondolati... Hát beszélgetünk nincs étel, sok nincs mindenről, nincs alkohol, nincs. Még egy kis
Nem az alkohol. Hát úgy van. A falat? Valami szendvics? Van. Olyasmi van. Akkor megvan a titkos fegyver. És ebbe kéne a tanácsot, hogy milyen más dolog működhet még. Most mondom. Igen? A szendvics fog működni, ugyanis ők mondják, ők vitatkoznak, te pedig így mosolyogsz rájuk, és közben eszed a szendvicset. És rájön, ha nem hagyják abba, mind elfogy. És amikor ők is rágyújtanak egy körözöttesre, és így szépen csámcsogva mosolyognak viszont rád, akkor hirtelen leteszed a sajátodat, és megkérdezed, most kinek van igaza? És azon nyomban folytatod tovább a szendvicsevést, nehogy lekéssél a következőről, és ők egy kicsikét felébrednek, hogy ez úgy, ahogy van, felesleges. Tehát lehet az intellektust túráztatni, és korrekt módon lehet is, hát fiatalság, bolondság, nincs ezzel baj. Csak nehogy már abszolút igazságnak szeresse ő a sajátját beállítani. Ilyet volt nekem az ellentmondás, hogy a történetek olyan logikusan megmutatják, hogy ez így az működik, de mégsem. Te a logikát nagyon szeretem. De mégsem működik. Dehogy nem, le kell menni egy szülészetre, és megkéred a legokosabbat, hogy az összes csecsemőnek ezt mondja el. Tehát logikusan magyarázza el a nulla napostól kezdve a 2 hónaposig, hogy ott szerintem mi a helyzet. És olyan jó válaszokat fog kapni te. Na, majd megpróbálom akkor. Köszönöm. Kétféle válasz van. Az egyik a mahakaki, a másik a megabüfi, és ezt az újszülöttek nagyon jól tudják, attól függ, hogy a napszakban éppen mit élnek át, és a csiki-csúklásról pedig még nem is beszéltem. Azt is tudnak. Úgyhogy nyugodtan, a szomorúbbik vége az, amikor egy elfekvőbe beküldött, hogy akkor ott a végstádiumosoknak, nekik beszéljen erről a sok minden szépről és jóról. Ez nem együttérző. És nincs benne annyi édes humor, mint amikor próbálsz egy 2 hónaposnak ilyen akadémiai székfoglalót tartani. Nyugodtan küld őket oda. Jó? Oké. Szívesen. Itt a meditációban itt többször eszembe jutott az, amit a Zsum mondott, hogy ilyen vékony nyakú, nagybendőjű kis démonkáknak megy a víz felajánlás, és nem szeretném, hogy ez eszembe jusson többet, hogy ez miért van? Ez azért van, mert szeretjük a tündérmeséket. Tehát nézd meg, hogy mennyire imádunk antropomorfizálni, és ilyen különböző alakokat adni a történéseknek, hogy leképezzük. De az összes mítosz az innen van. A legkomolyabb narratívák belül onnan születnek, hogy adunk valami nevet és formát neki, náma, rupa, és ezáltal megtestesítjük, életet adunk neki. Ez a tudatnak az alaptevékenysége. Szoktál így nyitott szemmel nézni a padlóra meditáció közben? Mi történik? Hát történetek. Ugye? Hát olyan arccsarnok van ott, sőt, valamikor több arc, aztán egy arc, aztán állatok is, aztán piac tér, aztán erdő, aztán megint arcok, de attól függ, hogy a lebenyed az épp mit vetít ki a padlóra, mert a padló ezt nem tudja, ezt te tudod. Képzeld el, hogyha a padló megjegyezné mindazt, amit az összes meditátor kivetített el az elmúlt 10 év, milyen történelemkönyv lenne itt, te? Gondold el? Az meg a legszebb, hogy visszaszól a padla, hogy rosszul látod. Az előtted lévő más csinált? Máshol volt az orra? Jó, tehát antropomorfizálunk, és ez egy ilyen, tudod, a 6 világ, az meg van testesítve. Egyébként az nem azt jelenti, hogy nincs. Tehát, hogyha a rádiófrekvenciák elméletét és gyakorlatát picit tudod, akkor a különböző tudatszintek is közel érnek hozzá, de azt, hogy a démonok, az állat alattiak, azok ilyenek is lehetnek, az rendben van. És ilyenkor nyugodtan, hogyha belül látod, akkor ajánlj föl neki egy kis vizet, lépést hátralépsz, meghajolsz, és mentálisan mész tovább. Az éhes szellemekkel sincsen semmi baj. De ha te rosszul érzed magadat tőle, akkor valami kapcsolat csak van. Na, mire vágysz nagyon, mondjad? Hát, hogy hagyjanak békén, mondjuk. Nem is. Nem. Akkor uralni őket. Nem. Akkor nem tudom.
Az, amit már nem tudsz, de a kis éhes szellemek megjelenése előtt ott volt a te csittádban, elmédben, és nagyon-nagyon vágytál rá, és egy kicsit még most is. Csak lent van a tudatküszöb alatt, na az találkozik a kis éhes szellemmel. Tehát a kielégíthetetlen vágy szimbóluma, archetípusa, az az éhes szellem. Hatalmas has, nagyon picike kis, ugye, nagyon vékony nyak, és az összes morzsa megakad, viszont csak vizet nyelhet, ételt nem, mindig éhes, mohú, kielégíthetetlen. Tehát nézd meg azt, hogy a te mélységeidben van-e olyan vágy, amit te még mindig akarsz, de közben tudod, hogy kielégíthetetlen, és el is folytad rendesen. Azok találkoznak, és kezet fognak a kis éhes szellemekkel. Azért zavar. De nehogy azt hitt, hogy ezeket a figurákat kell uralni. Magadat. De ha nem látod a karmádat, akkor az ural téged. Ha meg látod a karmádat, akkor előbb-utóbb te fogod uralni azt. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Kinek van még kérdése? Amióta gyakorlok, azóta az életemben egy csomó minden tök jól alakul. És viszont a praxisom meg nincs sehol, és nem értem az összefüggést. Nagyon jó! Az, hogy a praxisod nincs sehol, de csinálod, ez nagyon rendben van. Hogyha te ilyen überhájklassz zen buddhista lennél, és nagyon menne a gyakorlat, akkor nem változnának a dolgok helyesen az életedben. Nyugodtan küzdjél te úgy, hogy nincs semmilyen önképed. A gyakorlat pedig úgy tűnik, hogy nem megy. De amíg csinálod, addig megy. Az egyetlen egy veszteség, amit magadra mérhetsz, az az, hogy feladod. Semmi több. Köszönöm. Egyéb kérdés? Mi az, amit vállal az ember, amikor leteszi az öt fogadalmat, és mennyire rugalmasak ezek a szabályok, amiket vállal? Amikor az ember leteszi az öt fogadalmat, akkor azt vállal, hogy előbb-utóbb fölveszi őket megint. És amikor fölveszi őket? Akkor megpróbálja magán tartani, hogy ne dobja le. Tehát, hogyha megnézed, akkor az öt fogadalom az nagyjából az öt legfontosabb íratlan törvény. Le is írták, csináltak belőle kőtábláktól kezdve digitális kódexet, de hogyha tényleg gyakorolsz, és ezen keresztül, a tapasztaláson keresztül nézed az öt fogadalmat, akkor annyira elemi, hogy szinte ki se kéne mondani őket, de ki kell. Ahhoz, hogy ez érvényes legyen. Tehát te eldöntöd, hogy kivezeted magadat és a tőled függőket a szenvedésből, amennyire azt ők hagyják. Tehát a fogadalmak olyanok, mint az ilyen jelzőpóznák a skót fensíkon. Sose értettem, hogy még kell ilyen 3-4 méter magas jelzőpóznákat az egysávos utak mellé oda letenni, és akkor a helyiek informálta, hogy azért, mert akkora hó van telente, hogy elnyeli félig, tehát 2-3 méteres hótorlasz van, és meg kell találni, hogy hol az út, és hogy a kotró arra menjen, nem vicc. Tehát, hogyha nem tennénk le a fogadalmakat így, mint ezeket a jelzőpóznákat, akkor válsághelyzetben, bonyolult elmeállapotban, kevés energiával bíró állapotban, akkor gyengék vagyunk, vagy zavartak, akkor nem tudnánk, hogy milyen irányt kövessünk. És a fogadalmak elképesztő jó iránymutatók ahhoz, hogy kevesebbet szenvedjünk és szenvedtessünk. Ez mennyire hajlékony? Ezt tapasztald meg saját magad. De hogyha úgy hajlékony, hogy teljesen 180-at fordul, akkor már ott valami baj van. Mondok egy példát, például a bódítószerek. Bódítószer ugye minden, amilyen olyan, meg ilyen, meg amolyan, különböző listák, meg százalékok, meg hatóanyagok, és ez mind így is van. Hát tulajdonképpen komolyan el lehet bódulni. De a legnagyobb bódítószer az mindig az embernek a saját önképe. Az egyik legveszélyesebb hatóanyag az, amit audiovizuális csatornákon keresztül magadba gyömöszölsz és elhiszel. Az is egy nagyon komoly bódítószer tud lenni. És akkor ezek után jön a kémiai rész. Tehát az közhely, hogy az első poharat te iszod meg,
de a második pohár már téged iszik meg. Hogy itt hol a határ, és hol hajlítható, és hol nem, megint csak meg kell látogatni olyan helyeket és olyan embereket, akik ezt már megtudták. Akár a saját hibájukon keresztül, akár a saját erényükön keresztül. És akkor úgy meglátod egy kicsikét kiterítve, hogy meddig hajlítható ez. Az ok és okozat törvénye világos. Ha te valakivé akarsz válni, keresd olyanokat, akik már azzá váltak. És nézd körül, légy velük. És döntsd el, hogy közéjük akarsz-e tartozni. És ha igen, akkor tedd azt, amit ők. Mondd azt, amit ők. Gondold azt, amit ők. Érezd azt, amit ők. Jó? Egyéb kérdés? Én az önbüntetésről, önszabotásról szeretnék kérdezni. Nekem nem, mert én azt érzem, hogy minden, amit mondok, csak ront a helyzeten. Oké. Okay. Hogy lehet rátalálni csak egy gyökerére? Nem szoksz le az önbüntetésről, én látom. Mondjál. Honnan jön? Még nem láttam meg a gyökerét. Van egy olyan praxis, ami ennek segítségére lehet, hogy minél hamarabb meglássam. Igen, itt azért szülői karmát tessék szíves leválasztani magadról. Kisebb százalékban nagyszülői, de ez szülői karma. Transzgenerációsnak is mondják, de ez nem csak a félig igaz, hanem a másik felét nagyon nem hallod, hogy azért születtél oda, mert a sajátod nagyon hasonló. Tehát ezt nem a szülők adják át, ezt a szülők aktiválják benned. Ha más karmád lenne, más szülőkhöz születnél. Tehát csak alapjaiban nincs meg a nyugati pszichológiának a helyes kiinduló pontja. A tüneteket már egész jól kezeli. Tehát nézd meg, hogy te miért követed ezt el újra és újra magaddal. Hogy a családban ez milyen viszonyrendszerbe illeszkedik. Ki csinálja ugyanezt? Ki akar kinek megfelelni ezáltal? Ki kifölött győzedelmeskedik ezáltal. És ezért kell a szülői per családi karmát leválasztani, mert ez biztos, hogy ismétlődik. És ne ismételd. Mert ha te ismétled, akkor a gyerekeid is fogják. Heted íziglen. Úgyhogy vannak énfenntartó mechanizmusaink, amivel az önképünket, a mások által elfogadott vagy megvetett képünket fönntartjuk. Ezt a lehető legirracionálisabb módon is tudjuk érvényesíteni, például önszabotás és önsorsrontás által, amely nagyon sok családtagból megvetést, másokból szeretetet, harmadikból figyelmet, segítséget, odafordulást vált ki. És ezt mi mind el tudjuk érni. Ezekről le kell tudnunk mondani. Tehát nem így akarok figyelmet, szeretetet, megvetést, segítséget, odafordulást kapni. Onnan tudod, hogy belső fordulat állt be, hogy már nem a problémát termeled újra, hanem más valakinek tudsz segíteni a hasonló probléma megoldásában. Ez az igazi váltás, nem más. Köszönöm. Van-e erre valami fajta gyakorlatsor, ami segít felgöngyölíteni? Nagy együttérzés, Dárani naponta sokszor ilyen 9 és 27 közötti énekelve, és a 300 leborulás, ezt így szívem legmélyéből javaslom, mert ez már olyan energiaszint, hogy nem tudsz visszacsúszni. 100 nap. Köszönöm. Szívesen. Több helyen hallottam, hogy integrált személyiség. Mit jelent az, mit foglal magába, hogy honnan számít egy ember integráltnak mondjuk, ami később nem kap defektet? Attól vagy... függ, hogy az áramkörei hogy vannak. Uh-huh. Ezek az integrált áramkörök, ugye, az agyban, ugye? Hát nem tudom. Nem tudod? Én sem. Az integritás azért ez egy nagyon érdekes kritérium. Én itt semmiféle rendszert nem állítanék föl. Rakás ember rakás dolgot mond. Én a magam részéről úgy látom, hogyha a gondolataid, az érzelmeid, a beszéded és a cselekedeteid egy irányba mutatnak, az egy belső egység. Mert nem hazudsz magadnak, és akkor előbb-utóbb másnak se. Tehát a belső integráció az, hogy nem osztom meg a lelkemet, nem szabdalom fel a személyiségemet,
nem teremtek szándékosan egy fényes és árnyékos oldalt. Utána a kettő közt egy nagy szakadék, hogy csak a fényeset lássam. Tehát ez a fajta belső következetesség, ez nem tökéletesség, de egy irányba mutatás. Az okozatiság nem csak belátás, hanem valahol a helyes meghajlás előtte. És ebből az integritásból van egy eredetiség, mert ezt a karmát, amit te visszel, ezt csak te viheted. Ez pont olyan, mint te. Ez az autenticitás. Tehát egy autentikusan te és csak is te lehetsz az, aki ezt a négy csatornát megtisztította, egybegyúrta, és egy irányba viszi. És onnan tudod, hogy az integritás és eredetiség működik, hogy az emberek hisznek neked. Ez a hitelesség. De ez önmagában még nem jelzi, hogy az irány helyes vagy helytelen. Nézd meg csak az elmúlt 100 év elképesztő karizmatikus vezetőit, akik ezt a négyet nagyon egy irányba vitték, velük együtt egy egész nemzetet vagy kontinenst, és úgy mentek a falnak, mint a golyó. De az integritás az megvolt, de az irányvétel az nagyon nem volt helyes. Megvan? Most is ilyen időket élünk. Tehát ezért mondta Sung Sensei, hogy irányvétel, 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 és akkor csak észreveszed, hogyha valami kilóg a sorból benned, de azt is, hogyha másnál valami kilóg a sorból, és nagyon nem azt csinálja, mint amit mond. Nagyon nem azt érezteti, mint amit gondol. És az hiteltelen. Úgyhogy óvatosan az iránya, mert hogyha mögé teszed az összes lóerőt, akkor előbb-utóbb odaérsz. És viszel magaddal másokat is, akik ezt elhiszik neked, mert akkora integritással bírsz. Jó. Utolsó kérdés. Szoktad mondani, hogyha párkapcsolatra készülünk, akkor tegyük félre a vonzást, illetve a taszítást, mert hogy az a tükrön. Ha készülünk, akkor ne. Ha már megvan, akkor. Hogyha már belekezdtünk, igen. Mert ugye a vonzás is, meg a taszítás is az ilyen görbületeket hoz létre a tükrön, és csak azt látjuk, amit szeretnénk, vagy amit ez nem szeretnénk. Ez nagyon. De aztán azt is mondtad, hogy de ez nem egyenlő azzal, hogy a jogos vagy normális igényeinket nem vesszük figyelembe, és hogy hol van a határa magunk félretevése, és az igényeink. Nagyon jó. Az igazi kérdés az, hogy találsz egy olyan lélekre, akinek az egófoka hasonló a tiédhez. Tehát ugyanolyan mértékben vagytok önzőek per önzetlenek. És ez az, ami igazán fontos, mert ez egy virtuális közös oltár, hogyha te lemondasz valamiről, a másik ugyanen érzékeny erre, és ő is lemond valamiről. Az egyiknek egy 200-asa van, a másiknak csak egy 50-ese, akkor viszont elképesztően aszimmetrikus ez a pálya, és mindig afelé lejt látszólag, akinek erősebb az énje. Tehát a tisztánlátáshoz torzítatlan tükör kell. Ebben érzed a vonzást és a taszítást. És hogyha azt látod, hogy a vonzás törvényei egymás mellé rendelnek titeket, akkor meg kell nézni, és ez már a feltételhez kötött része a kapcsolatnak, hogy tudunk-e ugyanúgy éntelenedni és énesülni, ahogy kell. Szinkronban. És ha igen, akkor van egy közös oltár, amin a téves nézeteket, az állandó igazam van, az állandó hibakeresést, ezt mind föl lehet áldozni. Mert ha én megteszem, megteszi a másik is. Nem kovácsol a sebezhetőségemből, vagy az érzékenységemből fegyvert. Nincs az, hogy megtanulta a szeretet törvényeit, aztán visszaél vele. Tehát amikor már megvan a kapcsolat és a természetes vonzódás mindenféle elmebéli kis kurflit kiküszöbölt, tehát nem az én elmém fogja eldönteni gondolkodás által, hanem egy sokkal nagyobb, egyszerűbb erőhatás, akkor viszont meg kell nézni, hogy ez tényleg működik-e. És hogyha az énség foka nagyon hasonló, akkor a legváratlanabb helyzetekben tudtok szinkronizálódni, összefogni, egymás szövetségeseivé válni, még akkor is, hogyha a karmátok nem túl kompatibilis. Tehát mondjuk egy asztrológus megnézné, tiédet meg a párat, és azt mondja, ti ezt hogy?
hát ez itt borzalom. Annyi kvadrát, annyi opozíció, annyi tarat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 tar
kompromisszumot kössenek, mert olyan elképesztően passzolnak, és kulcshelyzetekben aztán úgy ott hagyják egymást, mint nagyon komoly. Nem küzdöttek meg egymásért. Nem küzdöttek meg magukkal egymásért. És akkor nem fektettük bele azt a munkát, aminek tényleg az egyik alkotó része az, hogy ha megköttetett a szövetség, és van formája már a kapcsolatnak, akkor tessék kikapcsolni ezt a kis szeretem, nem szeretem kis rezgőkét, mert ezzel pokollá lehet a másik életét tenni. Akkor már gondoljunk valami nagyobbra, mint mi ketten, szövetkezzünk valamiért, valamire, ami nem csak rólunk szól. Egy családi viszonylatban ez általában a gyerek. De ahol nincs vérszerinti gyerek, ott lehet valami egyéb is, ami a közös cél, ami alkalmat ad arra, hogy megtapasztald azt, hogy az 1+1 az gyakorlatilag végtelen. Úgyhogy az aprócska, szőrszehassogató szeretem-nem szeretem tudatot ezt érdemes félretenni, ahhoz, hogy a nagyobb és egyszerűbb vonzás az érvényesülhessen, és a polaritások megfelelően működjenek. Ez így jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Megköszönöm mindenkinek a közös gyakorlatot, az, hogy közös erőfeszítést teszünk. Emlékeztetek mindenkit arra, hogy a hétvége oroszlán része még előttünk van. Tessék szíves két kézzel kapaszkodni a tantienetbe és a megfelelő szabályokba, hogy úgy emlékezz erre a hétvégére, hogy érdemes volt. Érdemes volt. Mindenféle energiát, anyagit, szellemit, érzelmit belefektetni, hogy itt legyél. És hogyha ezt meghúzod rendesen üveghangra, akkor úgy fogod érezni a végén, hogy tényleg érdemes volt. Ezáltal tisztább tudattal távozhatunk innen, sokkal több embernek segíthetünk megszabadulni a szenvedéstől, amelyet egyébként mi mérnénk rájuk. Köszönöm a figyelmet!